Sziasztok, Jókuti András vagyok, és ez itt a Világevő Talks, annak is már nem az első része, hanem egész pontosan a harmadik, és hát természetesen, mint minden egyes élő adásnál, itt is mindig vannak kisebb izgalmak, úgyhogy most nagyon reméljük, hogy a vendégemnek sikerülni fog majd kapcsolódni, amit egyébként már elgyakoroltunk, és többször is összejött, de ha véletlenül mégsem, akkor is meg fogjuk oldani valahogy. Úgyhogy emiatt lehet némi kis küzdelem, vagy némi kis fennakadás, de mindenképpen meg fogjuk oldani. A lényeg az, hogy Bíró Lajos lesz a mai vendégünk. Azt kérném, hogy valaki esetleg jelezzen egy kommentben, hogy működik-e a dolog, hallatszom-e és egyebek, mert akkor egy kicsit többet tudok róla, és egy nagyon-nagyon pici kis türelmet kérek szépen, mert én magam sem vagyok benne biztos, hogy itt ez az utolsó pillanatos fennakadás, ez nem lesz egészen pontosan fatális, de ha nem, akkor mindjárt kezdjük. Egy rövid üzenet. Ha ezzel tudok segíteni. Ugye hát ez a nyilvánvaló, hogy egy ilyen online akciónál ugye lehet adott esetben fennakadás, és ez természetesen nem vesz le az élvezeti értékből, vagy legalábbis megpróbálom azt csinálni, hogy ne vegyen le az élvezeti értékéből. A mai vendégünk tehát, hogyha minden összejön, köszönöm szépen Ádámnak a jelzést, most már akkor csak a vendégekre lesz szükség, hogyha minden összejön, akkor egy apa és fia páros lesz majd itt velünk. Szia anya, finom volt a főzelék. Hát igen, azt hiszem, hogy anya az nem én vagyok, sokféle szerepben voltam már, de anyai szerepben még sosem. Úgyhogy Bíró Lajost fogjuk majd ide várni, illetve az ő fiát. Lajosnak némi kis apróbb nehézségei akadtak, de szerintem ez meg fog oldódni pillanatokon belül, és ennek megfelelően egy kicsit nehézkesebben működik a dolog, de hogyha összejön, akkor el fogjuk kezdeni. Addig is, hogy egy kicsit csinosabbak legyünk, kiteszem itt ezt a személyre szabott kis overlay-t, hogy látszon, hogy hol vagyunk. Úgy látom egyébként, hogy Dani itt van, viszont akkor ez egy kiváló alkalom, hogy egyrészt elmondjam, hogy miről lesz ma szó. Ugye Bíró Lajosról lesz szó természetesen, hogyha róla van szó, akkor azt hiszem, hogy akkor mindig ő nagyon-nagyon erőteljesen ott van a front vonalban, és nagyon-nagyon erőteljesen szerepel, ahogy a könyv címe is mondja, sok vagyok, tehát nem lesz belőle kevés. Annyira sok lesz itt most, hogy lesz egészen pontosan egy második Bíró Lajos is, aki Bíró Dániel, aki persze egyáltalán nem másolata az apjának, hanem sok mindenben viszi tovább az apai stafétabotot, a családi hivatást, de bizonyos dolgokban egyáltalán nem. Úgyhogy köszönjük Klárának, hogy már várta, reméljük mi is, hogy el fog kezdődni hamarosan. Úgyhogy Bíró Lajossal fogunk beszélgetni természetesen a jelenlegi helyzetről, természetesen egy kicsit a múltról, természetesen egy kicsit arról, hogy mi várható a jövőben, hiszen ugye általában mindig az a helyzet, hogy mindenki találgat, és aztán jön a bíró és megmondja, hogy mi a helyzet. Reméljük, hogy ezúttal is így lesz, aztán még az is elképzelhető, hogy ő is azt mondja, hogy bizonyos dolgokban még vannak kérdések. Hát amikor rádióztam, akkor egy kicsit egyszerűbb volt a dolog, mert egy ilyen szituációban ugye azt lehetett mondani, hogy akkor most kérem szépen akkor most beadunk egy zenét, hát itt most nem fogunk beadni egy zenét, ugye egyrészt nincs hozzá technikus, másrészt viszont semmilyen egyéb lehetőség sincsen erre meg, de valamiféle megoldást fogunk találni pillanatokon belül, azt megígérem, illetve amíg egy nagyon örömteli és kellemes kötelezettségem, mégpedig azt mondani, hogy thank you.
Szóval az a nagyszerű dolog történt, hogy van egy partnerünk, méghozzá a professzionális konyhákat kivitelező Coninvest személyében, köszönjük szépen, és ennek szellemében folytatjuk tovább. Mindjárt megnézem, illetve Danira nézek, akit én itt látok titokban, hogy mi újság a faterral. Ott a fater, hát akkor nem várunk tovább, akkor itt van velem remélhetőleg pillanatokon belül. Bíró Lajos maga, hallunk, látunk, szia Lajos! Hello, sziasztok, hello! Na hát, micsoda! Így tudja az ember igazán. Soha többet ilyen komplikált riportot, jó? Soha. Jó, hát akkor ez egy történelmi pillanat, ugye életed első és ezek szerint utolsó élő videó interjúja ilyen mindenféle webes eszközökkel. Azért rossz hírem van, ugye te eléggé szeretsz dumálni, hogyha nem akarsz ilyet soha többet csinálni, akkor lehet, hogy most még hónapokig nem fogsz tudni beszélni sehol. Ez nem aggaszt egy kicsit? De zavar egyébként, de hát azért elég sokan megkeresnek, hál' Istennek, azért kíváncsiak az öreg véleményére. Úgyhogy... Na jó, de az más azért írásban, tehát hogy elmondod egy valaki rögzíti, és aztán utána begépeli, azért az nem ugyanaz, mint amikor mondhatsz, amit akarsz. Kisipolni nem foglak tudni, de légy szíves, ugye nem tudjuk, hogy vannak-e kiskorú nézőink. Így van, megpróbálunk egy kicsit szépen beszélni. Jó, meg hát ugye van egy fiad is, aki hal mindent, úgyhogy már csak nem mutass neki rossz példát. Jó, ugye én azt beígértem, hogy te itt a kabát újra gombolásáról fogsz beszélni, de mielőtt még gondolom itt a szakácskabátra gondoltál, vagy a szakácskabátra is gondoltál, de mielőtt még ebbe belemegyünk, mi újság? Egyrészt személyesen veled, utána pedig megyünk arra, hogy mondjuk szakmailag és egyebekben mi a helyzet. Hát nézd, mindig szégyellem ebben a korban már szinte elmondani, amikor megkérdezik, hogy vagyok, hogy... Hát, nagyon sajnálom, de rohadt jól vagyok egyébként, tehát te jól vagyok, nem tudok más mondani. Olyan kellemetlen, már mindig olyan furcsán néznek rám egyébként. Jól érzem magam, jól vagyok, és aztán az én életemben mindig vannak ilyen nagy fordulópontok. Most húsvétra megleptem magamat, vagy teljesen mindegy egy motorral, tehát 10 év után... Meglepődtél, az a lényeg, hogy meglepődtél. És 10 év után ültem vissza, azt hiszem, hogy az életem egyik nagyon jó döntése volt, rohadtul élvezem, minden nap kerülök, amikor lehet délelőtt, és elképesztően jól érzem magam, úgyhogy hát jobb hangja van a motoromnak, mint a feleségemnek. De ezt reméljük, hogy ő nem nézi, vagy nem hallja, vagy nem mondja meg neki senki. De itt ül, hallja egyébként. Jó. Akkor, hogy kap hátulról egy nagy tockost, akkor tudjuk, hogy honnan jött a dolog, de nem fog irányít folyulni. Gondolom, ezért már ismert és megtapasztalhatta a stílusodat, úgyhogy valószínűleg nem lesz neki újdonság, itt semmi sem. Erről a akkor beszéljünk egy kicsit a motorról is, mert én megmondom őszintén, egy kicsit kezdek telítődni azzal, hogy állandóan az megy, hogy akkor most mi van a COVID-19-el és a járvánnyal, és hogy fogjuk ezt túlélni. Nyilván fogunk ilyenekről is beszélni, de hát akkor mondd már el, hogy ez milyen motor, mit csinál, miért van túl sok kereke, és mit keresel te egyáltalán egy ilyen motoron? Tíz évvel ezelőtt a csapatban, amikor Horvátországban kint voltunk, volt egy baleset. Az engem nagyon megviselt egyébként, hát a többiek szerint, de én szerintem is egy kicsit beszartam. És akkor megfogadtam a jóisten. Ez már az, amikor nem használtál ilyen szavakat, ugye? Tessék? Ez már az, amikor nem használsz trágás szavakat. Igen, és akkor ezért, és akkor megfogadtam a jó Istennek, hogyha egyszer hazakerülök, többet nem ülök motorra. Ez tavaly őszig tartott, és aztán újra megbeszéltem a jó Istennel, hogyha úgy hívják a motort, hogy trike, tehát hogy három kereke van, tehát próbáltam kikerülni egyébként az ígéretet, és ezt megbeszéltem a villányi plébános az atyával, és ő is azt mondta, hogy nyugodtan, és majd megáldjuk a motort egyébként, úgyhogy a kötés azt mondta, hogy megvan, és akkor ez így mehet. Tehát így a lelkiismeretemet egy kicsikét megnyugtattam, ezzel most már így nincs probléma, és hát most tanulok motorozni, ugye, mert ez a három kerék a fene hegye meg, ez teljesen más, mint egyébként a 40 év motorozásnak a rutinja. Az most, ha bár jó, de ugyanakkor nem is. De eldőlni nem fogsz vele legalább akármit. Ezzel nem, csinálsz, ugye? Azt szokták mondani, hogy régen, hogy amikor egy kicsit másnaposak voltunk, akkor általában egy szezonban 3-4-szer eldőlt a motor, mert elfelejtettem kirakni a standert. A Pauli Zoli írta
mikor látta, hogy megvan a moci, hogy most ezzel nem dőlsz el, mondtam, hogy igen, de itt van egy probléma, ha nem húzom be a kéziféket, ez meg elmurul. Úgyhogy itt is lehet. Az lehet mindegy rosszabb, mert az elmúlésnél legalább ott marad. Így van. Itt megkeresheted, főleg, hogy villányi dombokon történik mindez, akkor aztán végképp katasztrófa. Jó, és akkor ezek szerint nagyon jól vagy, ennek nagyon örülök. Bezártságot hogy viseled? Elkezdtél-e valami új hobbit, nem tudom, sütce, kenyeret, vagy kolbásztöltéshez már kutyámosan jó az idő? Ilyen kovászkülteményekről én nem tudok beszélni egyébként. Tehát azért ezt ugye remélem, sokan tudják egyébként, 60 ezerszer elmondtam, hogy életemben nem sütöttem még palacsintát se tízszer, nem, hogy süteményeket csinálják meg kenyeret. Viszont láttam a Facebookon egy jó receptet, ami 5 perc alatt megvan, és fél óra alatt megsül. Liszt, joghurt, víz, sütőpor, só, cukor, összekevered, berakod, fél óra alatt készen van. Most meg vagyok lepődve rajta egyébként, mert egész tűrhető kenyerek jönnek ki, és ez mindig hozzá kell tenni ahhoz képest, hogy gluténmentes. Tehát most rizslisztből gyártom a kenyeret magamnak, egész jól ízlik, és a feleségem szerint is ő mindent szeret, ami gluténmentes, és ami nem neki van készítve, úgyhogy ezáltal ugyanúgy lopkodja, mint a gluténmentes, cukormentes csokimat, meg ezeket egyébként, úgyhogy most ezt is eszi egyébként. És jó lett. Ennyit a sütésről. Sütök neki egy-két süteményt, dicsekszik a barátnőjének, hogy neki külön személyi szakácsa van, egyébként már tud rendelni, séfje van, tehát időpontot mondta, hogy mikorra kéri az ebédet, a vacsorát, tehát jól el van. Jó, de hát ugye szült egy ilyen fantasztikus gyereket, mint a Dani, nem? Most egyelőre még nem tud reagálni, hát úgyhogy most megdicsérhetjük. Talán én benne voltam egy kicsit, remélem azért. Hát, ezt egyszerűen nem hasonlít. Ne. Annak ellenére fantasztikus, hogy te vagy az apja, de azt mondja, jó, hát akkor nézzük is Mérinek a kérdését, mit főztél ma, Lali? Kérlek szépen, ugye ma kivételesen egyébként ilyen flancos dolgok vannak, ugye gondolom, hogy nagyon sok szakács vagy séf egyébként a hűtőt takarítja ki egyébként, tehát ugye az egy-két év alatt ugye rengeteg ilyen úgymond drága alapanyag gyűlik össze a maradékokból, és most azokat használom el. Most füstölt lazacsal, pálcolt lazacsal megyünk, és izéval, és én ma délben is bélszintettem, tegnap este is bélszintettem, ma este is bélszinteszek, mert azt az acskót, amit kivettem, azt el kell fogyasztani, és a maradékból meg majd csinálok egy kis brassóit, ennyi. Egy jó bélszín brassói, nem hangzik nagyon rosszul, akkor most nem szakad meg a szívünk egyelőre, de ugye nálad ez a maradék, tehát hogy tulajdonképpen itt ez most a fenntarthatóság jegyében zajlik. De volt sülökpörkölt rakott krumplitól kezdve, amikor megkívántam, akkor elugrottam a metróba, vettem egy 2,5 kilós pontyot, és ugyanúgy, mint édesapám, abszolút csak úgy odarakva, 35 perc alatt főztem bográsba egy halászlét, hát így el vagyok egyébként vele. Fölporszívózott, tehát azért, hogy az ilyen dolgokat is mondjak azért egyébként, hogy ugye már, és ugye hát ugye ezt a Hédi egyébként rohadtul élvezi, ezt én látom rajta, és aztán épp a valamelyik nap mondtam neki, mikor mentem el egyet kerülni, hogy azért egy kicsikét kezdje edzeni magát, mert azért, hogyha megnyílik a világ, ez a fajta bíróla, és egy picikét meg fog szűnni. Tehát azért nem lesz ilyen jó dolga. Addig élvezze ki. Akkor sokat kell téged fotózni, meg videózni, hogy addig kiélvezze, de gondolom azért azt is élvezi, amikor elmész kerülni egyet a motorral, nem? Tehát akkor szerintem igen. Szerintem igen. Egyébként igen. Tehát mi még nem tartunk ott most egyébként, ugye, hogy ha bár nem ő az első feleségem, ugye, hanem, de nem tartunk még ott, hogy váljunk. Úgyhogy... Jó, ahhoz nem lesz elég hosszú ez az interjú, azt el kell mondanom, hogy az összes volt feleségedet fel tud sorolni. Tehát, nem csinálunk vagy egy ilyen 24 órás különkérdés, mert arra egyáltalán nem lesz lehetőség szerintem, tehát hogy bár ugye mind sikeres volt bizonyos szempontból, de is menjünk bele. Ami téged nagyon érdekel egyébként, 3,5 héttel ezelőtt csináltam 2 vödör kimcsit, ami most már úgy tudod, hogy kezd rendesen berohadni, és most kezd igazán. Tehát ugye az udvaron is bűnös van, amikor kinyitom a vödröt egyébként. Tehát, hogy eszméletlen. Az már jó. Nagyon jó lett. És egy új trükköt dobtam be vele, épp ma beszéltem a Willivel, hogy
a savanyított káposzta fejet, a savanyított káposzta fejet fölvágtam kockára, és azt raktam, azt kevertem hozzá. És nagyon jó lett vele. Ugye az Erdélyből jött ez az ötlet, ugye, hogy ők nem savanyítanak káposztát gyalulva, hanem csak fejbe, és hogyha káposzta salátát akarnak, akkor vékonyra megvágják. Úgyhogy most ezt összekombináltam a koreai káposztával. De jó lett. Mert a nagy kombinálós van. Daninak is. Fogunk majd erről beszélni ödörrel. Úgyhogy ő is azt mondta, hogy na, akkor majd mindjárt megkönnyezzük a véleményét. Én megyek ki állna itt a kertkapuhoz, de nem látom, hogy jönne nekem a kimcsim, de mindegy. Hát jó, hát van az a pénz, amért küldök. Jó, oké, okay, jó. Én azt nem tudom már megengedni magamnak, az már nem fér bele sajnos. Igen. Megszorítások vannak, de ugye ha már itt az ázsiai projektek felé elkalandoztunk, és én tényleg kifejten örülök most, hogyha van rá igény, meg sok a kérdés, akkor beszéljünk a járványról is, mert nagyon fontos nyilván, de én tényleg kifejten örülök, hogy inkább ilyen életvidám és kicsit ilyen kizökkentő témák kerültek itt elő, és ez bizonyítja szerintem minden jobban, hogy tényleg jól vagy, hogy ugye te itt Ázsia felé elég alaposan elkalandoztál, tehát ugye az egyik ez a kimcsi, a másik pedig, hogy ugye van két ilyen több-több éve zajló, illetve az egyik kicsit később kezdődött, de az is már legalább egy éve zajló projekted, amiben ázsiai leveseket próbálsz több-kevesebb sikerrel, tésztaleveseket próbálsz több-kevesebb sikerrel újra kreálni. Ezekkel hogy állsz? Ugye az egyik a vietnámi főleves, a másik pedig a japán rámen. Hát kérlek szépen, a igazság az, hogy ugye a japán rámenre bármi furcsa, de ráment több mint másfél évem. Egyébként rengeteget foglalkoztam vele, rengeteget tanultam, és figyeltem a különböző recepteket. Mindig azt hittem, amikor láttam valamit, hogy most megtaláltam a nagy titkot, vagy aztán utána rájöttem, hogy mégsem. De most ugye a második japán út után... Menjünk be egy picit részletekbe, hogy bocsánat, ugye csirkecsontokat teljesen... Mert ugye te ezt a tori pájtánt, ezt a krémes csirkerámen szeretnél, igen. És akkor igen, de sertésből csinálom. De András, de ugyanazt a leves, de sertésből. Érted? Tehát ugye nekem a sertés jobban jön egyébként, de ugyanazzal a szisztémával, ugyanazzal az ízesítéssel. Rengeteg dolgot kipróbáltam, van olyan, aki 5 napig főzi, van, aki mitől meddig. Ha én 4-5 napig főztem, nekem megkeseredett nekem, tehát egy ilyen keserű íz jött ki rajta a csonttól, vagy valami. És aztán eljutottam oda egyébként, és ugye ezt már több helyen mondtam is egyébként, hogy ahogy megnyílik most majd a világ megint, akkor a piacon azt hiszem, hogy elindul az én rámenem, és most már ezt büszkén fölmerem vállalni, tehát állítom, hogy az egyik legjobb rámen lesz Budapesten, és ezt azért merem mondani, mert amikor veled voltunk, meg amikor most voltunk a Juhosékkal, meg a Luclalival, meg a Danival, ugye, akkor szintén ugyanazt a rámen levest tettük, amit te megismertettél velem, és most azt mondom, hogy 90%-ban ott vagyok, ahol az a nagy tókiai leves van. Így bizony, igen, hiába húzod itt a pofádat egyébként, ez tényleg így van. Abszolút így van. Igen, így van, és az biztos, hogy az egy kicsit az én ízvilágom lesz benne. Tehát a szabályokat, amit a rámen ad, azt alapjában véve betartottam, de egy picikét az én ízlésem fog jönni rajta. De most már ugyanolyan krémes, ugyanolyan ízés, megvan, hogy mennyit, hogy főzöm. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen nyamvat húslevest, vagy egy ilyen krémlevest milyen egyszerű megcsinálni, vagy valami, de ugyanoda jutottam vele, mint annak idején a rántott hússal, hogy arra is ráment egy fél év, 3-4 évre. Itt írja valaki, hogy receptet kérhetne. Nem. Jó, köszönjük szépen. Vannak kellenek irigy szakácsok is, na nem. Nem, egyébként ugye itt a recept sem... A receptet meg fogják kapni, de legalább egy fél évig, egy évig hadd élvezkedjek majd, jó? Jó. Jó, nehogy másnak is legyen olyan, hát megküzdöttél érte, és akkor itt azért megemlíteném azt, hogy ez egy valóság, tehát hogy én már nem merem számolni, hogy te hány éves vagy, én 60-nál abba hagytam egy ilyen kb. 20 évvel ezelőtt a tejveinek használását. 70-edikben vagy, hogy azért az egy elég rendkívüli dolog, nem szoktalak dicsérni, úgyhogy most itt az ideje, hogy
nem sok olyan, nem hogy 70 éves séf, de 30 éves séfet se ismerek, aki vannak azért, de nem sokan, akik ilyen hihetetlen energiákat mozgósítanának arra, hogy tényleg kikutassanak valami receptet, valami ízt megpróbáljanak megvalósítani, és akkor mindent felkutatnak, mindent kipróbálnak, újra és újra lefőzik. Honnan van ez az energia? Hát nem tudom. Szerintem ez így bennem van. Nem tudom. Most a feleségem nevet, ugye, hogy most egy picikét szerény vagyok, és az nem szoktam lenni. Ugye, nem tudom. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tudod, amikor megnyitottuk a Palatinuson a strandot, akkor az egyik újságíró hölgy megkérdezte tőlem, hogy mikor hagyom abba, és akkor mondtam majd, ha meghalok. Tehát egyszerűen most, ha nem lenne a motor, megőrülnék egyébként, értesz? Szóval, hogy nem tudom elképzelni, hogy emberek, amikor elérik a nyugdíj korhatárt, akkor hogy tudnak azt mondom, egyik pillanatra a másikra leülni a fenekükre, nézni a tévét, vagy mit tudom én, kapálgatni a kertbe, vagy a kertet egyébként sem szeretem, tehát nincs, a kapa nekem nem állt sose jól a kezembe, pedig paraszti családból származok, de a szegény apám egyszer, soha nem felejtem el, lélek rohanva ment haza, és elhozta anyámat, és megnézték, és mondta anyám, hogy mi az, ami most történt. Az előző házunkban, ahol laktunk, és azt mondta, hogy gyere, nézd meg, a gyerek kapál. Baj van. Baj van, igen. Tehát nem vagyok ez a fajta. Nem tudom. Tehát, hogy azt, hogy ne pörögjön az ember, azt egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát a kis Jancsi, ugye, aki 10 évvel öregebb nálam, ő mondta egy pár évvel ezelőtt, azt mondja, hogy ha nem kap valami feladatot, meg fog őrülni. És szerintem meg is kérte a helyettet, hogy adjanak neki munkát, vagy valamilyen projekteket, vagy valami, és akkor azokat próbálja csinálni, megcsinálja, mert különben megőrülsz egyébként. Én nem tudom, tehát most is ugye elkezdődött ez a vírus, ugye 2 hét alatt mondjuk rendbe tettem a házat, amit 7 éve nem csináltam egyébként, úgy különösebben lemostam, fölmostam, kitakarítottam, egy 6 köbméteres konténer moslékot összeszedtem, kérlek szépen, annyi, rengeteg, mennyi összegyűlik, és akkor utána most azt nézem itt a napot egyébként, nem, mit csináljak, hát néha a slagot a kezembe veszem, de egyébként nincs semmi dolgom, úgyhogy... Még mindig jó, mint a... Egyébként én azt gondolom, hogy azért a többségnél nem a nyugdíjkorhatár az, amikor egyszer csak lefékeznek és elkezdenek tévét nézni esténként, hanem inkább mondjuk 30 évvel korábban indul ez a folyamat. Tehát, hogy nem akkor hagyják abba azt a fajta életet, amit te élsz, hanem sokkal korábban. Igen, nem tudom. Tehát, hogyha aktív maradsz, akkor az agyad is aktív marad egyébként. Mozogni nem mozgok sokat, ugye? Tehát, ugye azt azért nem mondanám. Tehát, ugye... A nejem minden nap mondja, hogy ezt a gép, el kéne indulni a gépen egy kicsit dolgozni, de mindig mondom, hogy majd jövő héten. Úgyhogy, de úgy külön, ezen kívül aktív vagyok egyébként. Nem, én azt hiszem, nem is próbáltalak végül rábeszélni, hogy fussunk egy valaki azt írta itt nekem, hogy grillezek egyébként. Igen, ezt egy Ákos írta egyébként, ő volt az így a valaki. Pontosan grillezek, ráadásul olyan grillezőm van egyébként, amit tavaly kaptam a metrótól, az Ákoséktól, amiben tudok smokerezni, tudok faszénen sütni, tudok sütni lávakövön grillezek, és ezen kívül van még egy gázégő is akármi. Úgyhogy ma is ott sütöttem kint a bélszínecskémet egyébként, úgyhogy nincs ezzel probléma. Jó, és akkor itt a Danivel nagyon tűkönül, úgyhogy tudom, hogy te bármennyit tudnál beszélni. Most egy kicsit a Danit beadjuk, aztán majd ő átadja a hét. A Dani, te döntöd el, mert elférünk igazából hárman is, Fatert addig kitegyük, hogy egy kicsit hallgasson, vagy elviselhet. Kiteszünk, hogy bele fogsz szólni állandóan, de maradj itt, Lajos, ne menj el, mert soha többet nem fogsz tudni bejelentkezni, csak képből kiveszlek, és addig, mert lekapcsolom talán a mikrofonodat is, hogy nem is tudsz közbe kiabálni. Jó, úgyhogy most mondhatsz bármit, nem tud tiltakozni az apát, tehát Bíró Dániel, szia! Szia! És ugye az a különbség, hogy te viszont Bécsben vagy, tehát hogy te nem Érdről jelentkezel be, mint a Fater, hanem Bécsből. Ugye, ha már ő emlegette a helyet, tehát mindjárt engedlek szóhoz jutni, bocsánat, akkor te ott éppen most a Park Hyatt Viennában dolgozol, mert hogy
Nem tudom, hogy a Lali mondta-e neked, hogy menekülj ettől a szakmától, és csak séf ne legyél, de úgy tűnik, hogy ez nem jött össze teljesen, bár ugye nem teljesen séf lettél. Szóval mit csinálsz te Bécsbe pontosan? Hát figyelj, most jelen pillanatban a Parkhead-ben vagyok, ahogy mondtad. Chef de party vagyok, tehát aki nem tudná, tehát a séf helyettes alatt dolgozom, a köret pályának vagyok a séfje, vagy a felelőse. Én irányítom a csapatomat, körülbelül 7-8 ember tartozik alám a pályán, úgyhogy igazániból elég nagy szabad kezem van, ebből a szempontból szeretek is ott dolgozni tényleg, úgyhogy elég sok receptem megy ki, elég sok ötletem megy ki, az én agyam működik a pályán, tehát úgy van beosztva a hűtőkamra, úgy van megcsinálva a pálya, hogy az nekem működik, a rendelések nagy része tőlem megy, úgyhogy igazániból élvezem, tehát jelen pillanatban ez a beosztásom, aztán remélem, hogy ennél van csak följebb. Magyar ételeket szoktál egyébként betenni, vagy akár Biron Lajos féle trükköket? Nem, tehát egy francia bistrót képviselünk nagyjából a hotelemben. Tehát oda nagyon nem megy el. Most jelen pillanatban, tehát ugye ebben a helyzetben ugye egyáltalán nem is dolgozunk, mi se, sajnos. Úgyhogy én is itthon ülök, de most lesz egy szűkítettebb étlapunk, úgyhogy azon viszont lesz egy marha pörkölt, talán egy gerslivel, vagy egy nem is tudom, egy mocezgombóccal, vagy akármivel, de nem nagyon szoktunk magyarost adni sajnos, vagy nem sajnos. De tehát... marha pörkölt, az itt most akkor egy fiáker gulás, vagy egy marha pörkölt, mert ugye... Inkább fiáker gulás, igen. Sajnos az osztrák rész, nem a jó magyar, de hát ez van, igen, úgyhogy... Egyébként nem csinálnak olyan nagyon rossz pörköltöket az osztrákok se. Én is, hogyha jól meg van csinálva, akkor nagyon szeretem a magyar, csak éppen az osztrákok. Na jó, és egyébként mit lehet ilyenkor csinálni? Ugye gondolom, hogy a fater téged is ellát ilyenkor tanácsokkal, hogy mit csinálj ebben a kényszer szünetben. Mi az, amivel értelmesen tud dolgozni egy szakács ilyenkor, vagy mire lehet készülni, vagy mi? Egy ideig nagyon sokat recepteztem, főleg addig, ameddig nem hittük volna, hogy ekkora gáz lesz ebből az egész szituációból, úgyhogy tényleg nagyon sok új menüt próbáltam csinálni, új kajákat gondolkoztam, elég sokat utána olvastam, most ez egy pár hete, hogy őszinte legyek veletek, ez kicsit megállt. Kicsit elértem arra a szintre, hogy tényleg már nagyon a végsőket húzom jelen pillanatban, de most már nagyon úgy néz ki, hogy május 16-án mi elkezdünk dolgozni, úgyhogy ennek most már nagyon ideje lesz. Az elején viszont kicsit elhagytam magam, úgyhogy most viszont sokat edzek, kicsit elkezdtem diétázni, most egy két hete, így barátnőmmel együtt, úgyhogy ez így jó. Ugye igazándiból sajnos ennyi. Tehát kijárunk sétálni egy kicsit, vagy eljárunk futni, elmegyünk bevásárolni, vagy most tegnap előtt voltunk túrázni egyet, tegnap, bocsánat. De amúgy sajnos ennyi, tehát itt vagyunk Bécs közepén egy 57 négyzetméteres lakásban, úgyhogy ennyi sajnos. Nincs semmi nyitva. Szupermarketeken és gyógyszertárakon kívül, és kijárás tilalom van este, úgyhogy ennyi. Úgyhogy akkor ezek szerint egy bő két hét múlva már indul nagyjából újra az élet, nyilván fokozatosan, és nyilván nem ugyanazzal lenni. Nagyon fokozatosan. De kezdünk. Tehát szűkített időben is lehetünk csak nyitva, jelen pillanatban nagyon úgy néz ki. Nem tudjuk, hogy este egyáltalán nyitva lehetünk, vagy csak délutánig, úgyhogy ez majd kiderül. Nagyon szűkített csapattal is indulunk, tehát ezt így úgy hívják, tehát ilyen Kurzarbeiton vagyunk jelen pillanatban, ami nem munkanélküli, tehát a fizumnak a 85%-át egyfolytában kapom. Ez körülbelül most ilyen júni közepéig, ez most fixen így fog működni, úgyhogy ha el is kezdünk dolgozni most május közepén, akkor az azt jelenti, hogy olyan heti 2-3 napot fogunk dolgozni szerintem max. De az is jobb, mint a semmi. Aztán majd utána meglátjuk, de csak szűkített étlappal. Ugye a hotel az majd május 29-én nyithat ki, tehát az az első időpont, amikor jöhet új vendég. Majd meglátjuk, tehát azért a vendégeink nagy részén azt mondanám, tehát 70% azért külföldi. Van egy elég jó belső körös, tehát én azt mondanám, hogy osztrák vendégkör, aki nagyon sokat jár hozzánk, de azért annyira nem sok. Az étlapunk is szűkített lesz, az emberek is, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Nem tudom még. Kíváncsi vagyok, de nem a legjobb a helyzet itt se. Kaptál szerintem egy személyre szóló üzenetet Józsitól. Igen. Nem magad vagy a menő. Jó, és akkor mik a távlati tervek egyébként? Mert ugye te egy nagyon komoly iskolát végeztél Lucernben ahhoz, hogy és culinary arts-ot tanultál, tehát gyakorlatilag egy ilyen egyetemi, vagy majdnem egyetemi szintű képzésen vettél részt, és nem kizárólag séfnek készültél. Végül akkor ott ragadsz a pályán, tehát hogy nem sikerült lebeszélni apádnak, hogy rábeszélni, hogy inkább valami értelmes dolggal foglalkozzál? Figyelj, hülye lennék mozdulni, mert miért? Tehát
De egyetemet végeztem, tehát maga az iskolám ugye az egyetemi végzettséged ad, tehát egy BA diplomám van culinary artsból, tehát teljes mértékben gasztronómiát tanultam, hotelmenedzsmentet, étteremvezetést, hotelvezetést, tehát mindent, ami a vendéglátásban működik, idézőjelben vagy tudni kell. De ezen belül én sokkal inkább a konyhára koncentráltam, tehát az én szakom is főleg konyhára koncentrált volt. Egy másodpercig nem akarom elhagyni a szakmámat, úgyhogy kizár dolog. Ami nekem egy nagyon nagy plusz azért, tehát akárhogy is nézzük, nekem ott van apám. Tehát miért csinálnék mást, ha egyrészt szeretem, amit csinálok, remélhetőleg szerintem nem is vagyok rossz benne, amit csinálok, és mellette ott van egy olyan ember mögöttem, mint apám. Tehát semmiféleképp nem akarom. Meg kell mutatnom a fejét, mert szerintem bepárásodott a tekintete, ezt látni kell. Nézd meg! Bepárásodott! De tényleg, hát ezt nem, én... Nézzétek egymást, jó? Na, akkor Lajost még egy pillanatra kikapcsoljuk, aztán majd jön vissza, és akkor csak ezt nem, ezt azt gondoltam, hogy ezt egyszerűen nem lehet kihagyni. Itt van Tamás, Horváth Tamás, ugye a Borkonyha színeiben jött egy Filippóval, mi újság, nem tudom, hogy erről mit lehet mesélni, miért jöttél el, mert ugye előtte dolgoztál egy baromi jó két Michelin csillagos helyen a Konstantin Filippó nevű görög származású séfnél. Igen. Ott is chef de party voltam, tehát ott is szekcióvezető voltam, ott elején voltam egy hónapot szoszién, és akkor utána pedig egy öt és fél hónapot voltam hidegenként látványba. Figyelj, tehát emberileg botrány volt. Tehát amit a séf leművelt melünk, mint ember, az bocsánat, de az hányadék volt. Tehát ami nekünk meg volt ígérve, amit nekünk megígért, és ahogy valami kellett volna, hogy legyen, az soha az életben nem történt meg. Heti 6 napot dolgoztunk, vagy 5 napot, bocsánat, az elején ilyen heti 5 napot dolgoztunk 16-17 órába. Tényleg full gáz volt egész nap, tehát délben nagy részt heti 3-4 nap tele, este mindig fullra. És nem volt normális, tehát figyelj, most mondhatnék olyanokat, engem beledobott a szemét kukába, érted, meg belenyomott a, mondjad már, hogy hívják, biomül, tehát a... Hát az is a kuka, igen, legalább a bió, azért tegyük hozzá, hogy ehhez hagynod kellett magadat. Tehát, hogy ebben inkább az a nagy extra, hogy ehhez neked hozzá kellett járulnod, nem? Mert hogy ugye te elég komolyan... Tehát egy ilyen séfnek visszapofázol, érted, mint egy chef de party, abban a minutumban kirúg. Így is megcsinálta, tehát fia, amíg én a pályámon voltam, az én pályámon 6 hónap alatt kb. 7 ember jött és ment. Tehát nagyon kevés ember volt az, aki ott tényleg sokáig megmaradt. Tehát volt két szuséfia, a Krisztián meg a Denis, ők vannak ott az egyik 4, a másik 6 éve. Volt még egy kollégám, aki 1 éve, de a többi az mind vagy előttem kezdett 1-2 hónappal, vagy körülbelül együtt kezdtünk. De viszont az szenzációs csapat volt, iszonyatosan hiányoznak, és közülük 3-mal még mindig fixen tartom a kapcsolatot, mert nagyon jó volt velük együtt dolgozni, de figyelj, tehát amikor bejött ez a krízis, akkor is a Filippó olyat csinált, amit nem csinál szembeileg. Most ezt nem fogom elmondani, mert nem tartozik idézőjelben mindenkire, de undorítóan tud viselkedni a beosztottjával, ami szerintem nem egy szép dolog, akár onnan is nézzük. Tehát. De sokat tanultam, sokat hoztam el, sokat fejlődtem, de elég volt. Tehát volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy most elég. Mert idegileg is, testileg is rámentem végén. Danó Zoli is hozzászólt a dologhoz, ugye ezüstös fürtjeit nagyon szeretjük, és mindenhez is értesz, mint a pater. Úgyhogy összegyűlik itt mindenkit, aki dolgozott apáddal. Van még Miriam kérdezi, hogy hány nyelvet beszélsz, ugye itt hozzá lehet szólni élőben szerencsére. Ugye Lucernbe jártál, úgyhogy valamennyi Schweizer Deutschnek azért csak kell mennie, nem? Hogyha az ember ott él egy kicsit, meg gondolom, hogy meg német. Talán nem beszélek svicedücsöt. Tehát a köszönéseken kívül és egy-két számon kívül én nem tudok megszólalni azon a nyelven, képtelenség. Tehát nekem ez nem ment. Van német barátom is, fia, aki kiment Svájcba, és beszéltek vele. A barátnőm egyébként tök jól érti. Tehát ő nem tudom, hogy csinálja, de ő érti, és ő beszéli is úgy, ahogy. Én egyáltalán nem, de németül angolul, tehát elég jó felsőfokon beszélek, és a francia az nagyon konyhai alatt. Hát meg magyar persze. De francia olaszsal el vagyok konyhán. Semmi probléma nélkül. De az, hogy beszéljek valamiről, vagy elmenjünk kommunikálni, vagy bulizni a franciákkal, és én franciául beszéljek, az viszont már nem megy.
De konyhán túlélem a franciát, meg az olaszt is. Na és akkor még egy kicsit itt a kollégáktól egy üzenet, és aztán pedig akkor téged engedünk is továbbra is napot lopni, vagy receptezni, inkább ígérd meg, hogy most már újra szakmai dolgokkal fogsz foglalkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk Bécsből, Bíró Dániel, köszi szépen, szia! Sziasztok, szia! És akkor kérjünk vissza a Fatert, Bíró Lajost, aki már is itt van velünk. Hát mit szólsz a bécsi hírekhez, Lajos, volt-e benne meglepetés? Ó, a kimcsit nem kérdeztem meg, de majd azt akkor te megmondod, hogy ízlett a Daninak a kimcsit. Hát ha meg tudod mondani. Hú, most a hangod az eltűnt. Azt én kapcsoltam le, bocsánat, hogy ne. Most megvan, igen. Megvan? Meg. Jó, oké. A kimcsi. Igen. A kimcsi az nagyon ízlett neki egyébként, úgyhogy... nem volt meglepetés, amit mondott, hiszen minden nap beszélünk. Tehát nálunk ez egy így alakult ki a családban egyébként, hogy nincsen olyan este, hogy legalább annyit ne írjunk egymásnak, vagy telefonon beszéljünk, hogy jó éjszakát. Ez akár mikor Svájcban volt, vagy Londonban, vagy bárhol, ez nálunk mindig megmaradt. Nem azért, mert olyan nagyon kíváncsi vagyok, meg nem tudom, hogy szeretek mindent tudni, ha bár így van, de megnyugtatja az embert egyébként, hogy van egy kontroll. Tehát tudom azt, hogy a gyerek fölhív engem este 8 órakor, akkor azt mondja, hogy apa, minden rendben van, majd holnap beszélünk, akkor én nyugodtan fekszek le, és nyugodtan vagyok, mert nem idegeskedek, mert tudom, hogy minden rendben van. És ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy ez így kialakult. Azt, hogy így a külföldön élő gyerekek hetente egyszer, vagy két hetente egyszer fölhívják a szülőket, én nem tudom megérteni. Már túl kevés. Igen. Élök, jó. Na, akkor most egy kicsit a Danit elfelejtjük, mert ezt nem felejtjük el, de akkor térjük vissza Budapestre, és akkor egy picit azért nyilván, nem, még a japáról még szeretnélek kérdezni, mert úgy látom, hogy a szerencsére téged nagyon megfogott. Ugye azt nem említettük, de hogy voltunk egyszer közösen Japánban, és akkor voltál te először, és akkor az nekem egy nagy élmény volt, hogy te tényleg borzalmasan élveztél mindent, tehát hogy hihetetlenül tetszett, és akkor most meg nem olyan rég a Danival még visszamentetek, gyakorlatilag elvitted a Danit, meg az emlegetett kollégát, akkor még együtt még elmentetek egy körre. Mit lehet szerinted a japánoktól tanulni, vagy mi az, amit ők tudnak, és nekünk arra nagyon érdemes lenne odafigyelni? Hát, ugye tudod... Elsősorban milyen gondolok? Hát az első az alázat. A perfekcionizmus a második. Addig csinálja, amíg a tökéletesnél nem lesz tökéletesebb. És nem sajnálja rá az idejét, a szabad idejét, a bármit, vagy valami elképesztő. Tehát elképesztő, hogy hova tudna volna. A harmadik sajnos, hát az, ami nem tudunk mit kezdeni, ugye, hát az alapanyag. Ugye, tehát te is látod, hogy azokat az alapanyagokat, amihez mi ott hozzájutottunk, ott szerintem Európában nincs 10 olyan séf, aki látott, vagy dolgozna vele. Elképesztő, milyen alapanyag van, és hát az alapanyagnál nincs jobb szakács. Tehát fantasztikus, engem nagyon megfogott. Tehát, hogyha fiatalabb lennék, vagy valami, tehát én most a japán út után egyébként azt mondtam, hogy novemberben még voltunk Tájföldön a feleségemmel, és azt mondtam, hogy 3-4 órásnál hosszabb repülőútra én már nem vagyok hajlandó menni sehova. Hál' Istennek, hogy ez a japán köszönhető neked, meg a forgásnak végül is, ugye, hogy ez a Zoli ötlete volt. Legyünk őszinték, ha szeretjük, ha nem. hogy az is az ő ötlete volt, és nagyon jól éreztük magunkat, hál' Istennek, és ugye te pedig nagyon jól kalózoltál bennünket, jó helyekre mentünk el. Most, amikor voltunk a izékkal, a Lucékkal, meg a Jósékkal, most is azért azokat a helyekre vittem el őket, amiket tőle tanultam, és hát mind megint sikert arattam egyébként vele, tehát azért ezt hozzá kell tenni, tehát nagyon jó volt, hát el tudnám élni az életemet, tehát így kapásból mondom neked az egész napi programomat, tehát hogy minden délelőtt a halpiacon kezdenék a reggelivel, az Holt biztos, a kávésunk ugye elképesztő, életemben ilyen kávét nem ittam még egyébként. Nem hiszem, tudod, hiába magyarázod egyébként,
nem tudják, mert nem voltak ott, nem érezték meg egyébként. Tehát hiába magyaráztam én erről a levesről, vagy valami, addig, amíg meg nem kóstoltuk, érted, akkor onnantól a... Hát, szegény Luclani nem is tudott rendesen enni leves, mert ahogy ette, mindig csak ezt mondta, arról adt életbe, de jó, hú de jó, hú de jó, vagy mondom, és hát ne dicsérgesed, egyed is vagy. Tehát eszméletlen jó volt egyébként az egész, nagyon jól éreztük magunkat megint, el tudnék menni minden évben, de már ezt a repülőutat nem vállalom be egyébként. Úgyhogy. De ez a három dolog, az meglepett egyébként, hogy most, amikor másodszor voltunk, akkor elmentünk a Moldován Viktorhoz, és képzeld el, azt mondta, hogy nincs elég munkaerő a konyhákon, az éttermekben. Ez engem úgy japán oldalról meglepett, mert én azt hittem, hogy ott aztán mindenki dolgozik, és mindenki ugyanezt szeretné csinálni, és mindenki imád 16 órát dolgozni, de úgy látszik, hogy alakul ott is a helyzet. Ott is kicsit kikopóban van ez a mentalitás, hogy látszik, igen. Ő már nem a vízben van, ugye? Ő már nem Hokkaidon van, hanem már Tokióba visszament talán, vagy igen, nem mindig Hokkaidon van, nem? Tokióban van a Viktor egyébként, és érdekes, hogy a Facebookon, ahogy kommunikál, meg amikor hozzászól dolgokhoz, az ember azt hinné, hogy egy ilyen elszállt, egy kicsit beképzelt gyerek lett belőle. Egy ilyen észosztó. És most, amikor ott kint voltunk, egy rendkívül alázatos, rendkívül szerény srác egyébként. Tehát a Facebookon nem jön le. Én még olyan embereket is ismerek, akik rólad hiszik azt, hogy elszállt vagy, aki mindig osztja az észt, képzeld el. Igen, hát te mondjuk ebben sajnos igazuk van. Hát, de én ezt fölvállalom, tudod, úgyhogy nem baj. Hát igen. Igen, neked az életprogramod, úgyhogy ezzel nincs is semmi gond, és első jól csinálod, úgyhogy szerintem ezzel nincs probléma. Aki meg ezt az nem gondolja így, az meg akkor maximum nem hallgat. Én még ugye Japánban nyilván maximálisan egyetértek, mert nekem ugye legnagyobb szerelmem, hogy tényleg az a helyzet, hogy ott annyira egyszerű dolgok is tudnak tökéletesek és fantasztikusak lenni, hogy azt nehéz megmagyarázni, hogy most miért gondolod azt, hogy ez a bármi, akár egy nápolyi pizza, vagy bármilyen tészta, vagy nagyon egyszerű dolog. Szóval nem nagy dolgokra kell gondolni. Nem nagy dolgokra kell gondolni Japánba, tudod? Tehát nincs agyoncsavarva, agyonvariálva, nem. Egyszerűen csak oda tesz. Ezt úgy teszi oda, hogy valami elképesztő. Hát hiába. De ez egy más kultúra, tudod, ezt mi nem fogjuk tudni leutánozni, vagy valami. Ez hasonló, tudod, mint Szingapúr, tudod, amikor mondták, hogy Szingapúrban diktatúra van, érted? Mondtam, hogy ezt a diktatúrát megnézném itthon is azért. Nekem úgy tetszene. Úgyhogy, de nem biztos, hogy alkalmasak vagyunk rá tényleg. Nem. Én egyébként május 31-ére van egy repülőjegyem, de valami azt súgja, hogy ott nem fogok tudni kirepülni legközelebb, pedig nagyon jó kis éttermek vannak foglalva. Na mindegy, Japán zárjuk is le. De mindenkinek ezek szerint ajánljuk mindketten nagy szeretettel. Volt-e Magyarországon is valami hasonló kulináris élményed, ami valaha is, ami ilyen nagyon-nagyon frenetikus volt, gondolom erre vonatkozik a kérdés, vagy maradandó, vagy megváltoztat az életet? Révcsárdának a halászléje például egyébként, akkor Makó mellett Igáson az Emikének a töltött káposztája, a Tóninak a birka pörköltje, vagy a karcagi, a millenárison, amikor a karcagiak jöttek birkát főzni, az a birka pörkölt, vagy 2-3 hónappal ezelőtt, nem is tudom, hogy mikor, az állé mellett ott kint volt egy ilyen gasztró hétvége, és szintén volt egy karcagi birka főző, aki eszméletlen jó birka pörköltet csinált, ugye egy ilyen street foodos megoldással egyébként. Nagyon sok ilyen volt egyébként. Tehát vannak egyébként. Van, itthon is van egyébként. Kis tücsökben egyébként. Úgy, a Zsófi pontozott nekem egy hete, átadott egy lecsomagolt igazi karcagi birka pörköltet, úgyhogy vettem én is már korábban is, de tényleg fantasztikus műfaj. Nem is értem, hogy ők hogy tudnak egy. És nekem most egyébként egyre jobban jön, mióta voltam kint ugye januárban Erdélybe, egyébként ugye ezen a Zsigmondtanyán, hát ott is láttam azért egy-két eszméletlen jó dolgot. De megint visszamehetünk az alapanyag frissességéhez. Tehát
Kivesszük a pisztrángot a vízből, negyed óra múlva megesszük, érted? Levágjuk a birkát, két óra múlva megesszük, érted? Szóval, hogy tehát ilyen, ezeket nem lehet semmivel se pótolni, és ott is egyébként rendkívül egyszerű ételek voltak, és rendkívül jó ízekkel. Hogy lehetne rajta technológiailag egy kicsit variálni, vagy valami, azt próbáltam mutatni, de csak annyit, hogy lenne ő neki könnyebb, hogy ugyanaz megmaradjon. Tehát onnan elhoztuk azért a hurutlevest, meg elhoztam egy krumpli főzeléket, amit úgy egy kicsit, de nagyon picit megvariáltam, tehát tényleg csak a technológiailag, és elég sikeres lett a dolog. Nem is hittem egyébként, hogy a hurut egyébként a kisbíróba az majd ilyen sláger lesz. Na egyébként ugye itt felmerült közben kérdésként is, hogy hol lehet most vagy közvetlenül Bíró Lajos főztjét enni, vagy legalábbis a te receptjeidet. Tehát ugye, hát a feleségem, most csak egy kicsit térjünk rá. Jöhet, nyugodtan majd főzök neki, jó, oké. Jó, de hogy... Nem lehet most sehol se enni a főztömet egyébként, ugye mind a két üzlet zárva van, és egyedül a piacon nyomjuk a rántott húst, a rántott májat. És a kettőt, hogy nem lőjük meg, mert azért mégiscsak fontos dolog, ugye hát, ha valaki nem tudja, hogy ez a Bokbisztró, meg a vendéglő a kisbíróhoz, vagy a Bokbuda, ugye ezek azok, amik most egyáltalán nincsenek, vagy nem tudnak. És a piacon viszont azt én is tanúsíthatom, hogy nyitva van, mert elmentem a Gundelbordát enni, elvittem a világetet. Úgyhogy bekajáltunk rendesen, és finom is volt. Ugye ott viszont működik, és az ott most össze van vonva, ahogy láttam, a bujadisznókkal, tehát hogy a rántott hús is elérhető, és a Séf utcán menük is. Ez kiszállítás is, vagy egyelőre még csak elvitel és kiszállítás. Ennek egyetlen egy pozitívuma lett egyébként, hogy ha vége lesz ennek a vírusos dolognak, a kiszállítást meg fogjuk hagyni. Tehát ezután is fogunk kiszállítani. Igen, erről ugye a Gerendai Karcsival is beszélgettem múlt héten, hogy itt most az éttermek, vagy akár büfék, vagy pékek, vagy bárki más is tanul egy csomó olyan új tudást, és szerez egy csomó olyan tapasztalatot, ami akár későbbiekben hasznos lehet, akkor nektek ez bekerül a repertoárba. Tehát, hogy akkor nem kell feltétlenül elmenni mostantól kezdve a piacra majd, hanem akkor ezt valamilyen formában viszitek tovább. Úgy van, igen. Sokan mondták egyébként már évek óta, hogy miért nem csináljuk, és akkor megrántottam a vállamat, hogy nem foglalkozunk annyira vele. Biztos nagyon macerás, de most legalább begyakoroljuk, úgyhogy annyira mégsem macerás a dolog vagy valami. És működik, tehát azért én azt megnéztem, hogy tényleg, persze nem olyan a rántott hús, azért ezt tudomásul kell venni, mint amikor ott kiveszik a zsírból, kérlek szépen, és oda rakják a tányérodra, és akkor tűzforrón, ropogósan megeszed, de még azért eléggé elfogadható. Sajnos, hát a kiszállításnak sajnos ez a hátránya. Nyilván. Én még megvárom azért, amíg te hozod majd trájkon, tehát hogy én addig még nem rendelek. Semmi akadálya. Nyugodj bele, amely nagyon sokat fogok motorozni, viszem egyébként, úgyhogy. Jó, azt várom szeretettel. És akkor ugye egy kicsit ugye a Danitól már ezt kérdeztem, hogy ő mivel foglalkozik, hogy egy kicsit a legyen itt ugye a pozitívum, meg egy kicsit a meglévő szakácsoknak, akár fiatalabb generációknak itt a lehetőség, hogy üzenj, most nem tudják hirtelen befogni a fülüket. Tehát mi az, amivel szerinted egy ilyen időszakban, hogyha éppen nem működik az étterme, vagy csökkentett színvonalon, vagy csökkentett kapacitással működik, akkor mivel érdemes foglalkozni, mivel érdemes időt tölteni ilyenkor egy szakácsnak, vagy séfnek ezek alatt, a hetek alatt? Én már nem tudom, hogy mit mondjak a fiataloknak egyébként. Ez másképp gondolkodnak ezek a srácok már. Tehát 3-4 napot szeretnének csak dolgozni egy héten, de maximum 4-et. Nem szeretnének olyan sokat bent lenni. Mindig elkeseredek, amikor a Facebookon ilyeneket olvasok, hogy elmegyek inkább közmunkára, mert ott nem kell teljesíteni, meg ilyen izéket, meg hogy ha azt akarod, hogy ne legyen családod, ha azt akarod, hogy alkoholista legyél, vagy mit tudom, akkor menj el szakásnak. Ezek nagyon buta dolgok, vagy valami, mert nem is a magam példáját mondom egyébként. Tehát itt van a Rosenstein Tibi, aki ugye 50 éve, vagy nem tudom hány éve, 60 éve, nem is tudom hány éve van a szakmában, vagy valami. Ha valaki tud példamutató családot felmutatni, akkor az a Tibiék. Tehát nem igaz az, hogy ebben a szakmában nem lehet családot létrehozni, és nem lehet egy normális családban élni egyébként. Ezek nem igazak egyébként. Neked például többször is sikerült.
Nekem igen. Hát igen, igen, de most az, ez a leghosszabb. Szóval épp érzettük, igen. Igen, jó. Szerintem akkor is elváltam volna ennyit, hogyha ha nem vendéglátós lettem volna. Ez hozzájárul talán egy icikét, picikét vagy valami, de nem hiszem, ez az embernek a saját temperamentumából, vagy a saját habitusából adódik egyébként, vagy hogy nem vagyok annyira rendes ember, mint ahogy gondolják egyébként, de elfogadható vagyok, azért úgy látszik. Hédi már 25 éve, és múltkor mondta, hogy tudod már, hogy 25 éves házasok vagyunk már, én is meglepődtem rajta egyébként, de jó leső érzés egyébként. Úgyhogy. Ez egyben a ünneplése is volt a 25. évfordulónak, hogy ő szólt? Nem, hogy... nem. Mi nem szoktuk ünnepelni. Mi addig tudtuk, hogy mikor van a házassági évfordulónk, amíg a Hédinek élt a nagymamája. A Dédika. A Dédike telefonált mindig, hogy gratulálok, gyerekek, és vagy egy Hédikém, azt mondja, hogy ma van a jaj, azt mondja, köszönjük szépen, de különben nem szoktuk ünnepelni, nem. Mi már erről lementünk, én már a névnapot, születésnapot se ünneplem. 59-60 éves voltam, amikor azt mondtam a haveroknak, hogy eddig volt, mostantól nincs buli. Most már, ha akartok bulit, akkor csináljatok ti. Hát még nem sokat csináltak. De már ugye, nyilván, amikor te ünnepeltél, akkor mindenkit meghívtál. Tehát hogy ez egy másik típusú ünneplés. Nem azt mondtad, hogy akkor most vigyetek el valahova, hanem akkor te vitted őket valahova. Abszolút, igen. Ez egy jó érzés. Igen. Ugye, nem is tudom, ki mondta, hogy mi szeretnél lenni a kisgyerek, és mondta, hogy a vendég szeretne lenni. Igen. Ez egy jó dolog. Nekem összejött. Szerintem nagyon jó. Nem tudom, hogy a fiatalok... Azt, ja, hogy a fiatalok, visszatérve egyébként, hogy mit kellene csinálni a fiataloknak. Ugye azt, amit egyébként most nem tudok másra, mint a Dani. Tanuljon, receptezzen, fölmegy erre a nyamvat YouTube-ra, vagy a Netflix-re, olyan információ özön van, te figyelj, komolyan mondom, hogy beleszédül az ember egyébként, tényleg valami, és mindenhonnan ki lehet valami kis apró dolgot mazsolázni, hogyha úgy nézi az ember. És ezeket leírja, elrakja, és ha a 20%-át fölhasználja, akkor egyébként akkor már jól jár, tudod. Az öreg zsidó mondta régen, azt tudod, hogy a 10 üzletből egy vagy kettő bejön, az már jó. Egyébként, de hát ahhoz 10 üzletet meg kell próbálni, megcsinálni. Tehát igenis tanulni. Ugye ez egy röhely egyébként, de én most is délután 3 órakor hazajöttem a mocival, ettem egy keveset, majd kiültem a teraszra, elnyomtam egy szivart, és egy francia pástétom könyvet átlapoztam, annak a felét. Én mindig belefirkálok sajnos, akármilyen szép a szakácskönyv, meg belejegyzetelek vagy valami, de foglalkoztam vele, vagy valami, majd aztán megint előveszem, megint, és aztán mindig, akkor már ott van valami, amivel el tudok indulni. De figyelj, az az igazság, hogy ez arról szól, ez az egész, de minden szakma, nem hiszem, hogy csak a miénk, de én csak az enyémet ismerem igazán, hogy szeretet csinálni. Hogyha szeretett csinálni, akkor ez nem fáradtság, akkor ez egy szórakozás egyébként. Hédi is meg van sokszor lepődve, amikor 10 órakor elindul a YouTube-on mondjuk a japán street food, és este 7 órakor tudod egymás után dobja föl, és még mindig ott ülök, és még mindig a japán street foodokat nézem valami, mert bele tudok feledkezni, vagy valami, és ez nekem ez egy szórakozás. Van, akinek nem egyébként, én azt nagyon sajnálom, főleg akkor, hogyha ezt a szakmát csinálja. Tehát ez a szakma egyébként, ezt annyiszor elmondtam, hogy nekem annyi szép dolgot adott az életbe, amit én nem is tudok elmondani egyébként. Megadott mindent egyébként. Tehát tudod, amit már nyilatkoztam, tudod, hogy a kuktába rakják a hanvaimat, és nincsen bakancslistám, tudod, úgyhogy ez a két fő lényege az egésznek. Tehát mindent meg, és ezt mindent ennek a szakmának köszönhetem. Azt írja itt a Horváth Tamás, hogy jó, hogy kikapcsoltalak téged, mert így nem tudod, hogy a Dani nem is ezt csinálta, amit mondtál. Tomika unatkozik, de majd holnap átmegyek, mert itt van a szomszédban valahol, és akkor egy pár sört bedobunk, jó? Oké? Ahelyett üretettezne, vagy nem tudom, mit csinálna.
Jó, de akkor azért csak sikerült megmondanod, hogy mi a teendő, vagy mit érdemes ilyenkor csinálni. Egyébként azt gondolod, hogy ez a te egyéni érdeklődésed és utad, vagy pedig ez egy ilyen általánosabban megfigyelhető trend, hogy, és akkor itt egy kicsit majd visszakapcsolódunk a járvány témába is, hogy alapvetően azért te ilyen luxusabb helyekről indultál, és úgy tűnik, hogy mégis mondjuk így a fő fókuszod most már sokkal inkább a street food, meg az egyszerű ételek, ezekből persze a nagyon magas minőség, de hogy alapvetően mész egy ilyen érthetőbb és kézzelfoghatóbb világ felé. Az embernek vannak korszakai, tudod? Én mindig azt mondtam, az italban is voltak korszakaink. Voltak pezsgős, unikumos, kámparis, utána egy vizes korszakom nem volt, igen, Hédi beszólt, hogy a vizes is, egyébként igen. Úgyhogy nem, tehát, hogy most ez a korszak jött el, egyébként, tudod, hogy most az egyszerűbb ételek fele megyek. Ugye volt, amikor 16 évig kínait főztem, aztán utána jött a sous vide, aztán utána jött mondjuk a fine dining, mondjuk, amikor mindent átvariáltunk, mindent átfőztünk, mindent másképp csináltunk, vagy valami, valószínűleg már nem is hasonlított semmiben arra, de rendkívül élveztük. Manapság, amikor visszanézek egy-két filmet, vagy valami, a Múzeum Kávéházban, és még a Bokba is együtt dolgoztunk a Borbé Bélával, aki ilyen nagy videós volt, vagy valami, és most a karantén alatt kérlek szépen a régi videókat előszedte, összevágta, és küldött belőle nekünk egy ízelítőt, elég sokat egyébként, tehát órákat kellett, tehát ilyen 8-10 órás összerakásokat, és ott voltak a kaják, vagy valami, kérlek szépen, amiken úgy elborzadok, hogy ilyet csináltunk, érted? Tehát ugye ma már ugye megköpködném magamat egyébként, de azért fölvállalom, mert azért szépek voltak, de az biztos, figyelj, hogy olyan mennyiséget adtunk a Múzeumkávéházba, olyan mondom, hogy most nem adok, tehát 3 adagba annyit egyébként, és most sem adok azért túl keveset. Tehát mindegy, ezek ki, most az egyszerűség fele megyünk egyébként. Soha nem gondoltam volna, mert 20 évvel ezelőtt, én voltam 15 évvel ezelőtt Erdélyben, nagyon rossz tapasztalatom volt, és soha nem gondoltam volna, hogy az erdélyi konyhára rákattanok, de most úgy érzem, hogy ez fog jönni. Na, kíváncsi vagyok. Ugye ennek nyilván kóstolhatjuk majd az eredményeit sokféleképpen, többek között például a hurut levesben is. Jó, és akkor ugye itt... Ugye itt a Tamás írta, hogy nagyon jó terv, hogy sörözni szeretné vele, de ő éppen receptezni fog. Egy kicsit térjük vissza akkor a komolyabb, vagy térjünk át a komolyabb témákra, ugye azért mégiscsak azt gondolom, hogy abban is hátra tudsz újat vagy érdekeset mondani, hiszen azért itt a szakmát azt elég régóta is elég jól látod. Ugye itt a konkrét kérdés az hozzád szól, de azt hiszem, hogy ez talán akár így központilag is, vagy általános érvényűleg is érdemes lehet megválaszolni, hogy mekkora visszaesést vársz az éttermeidben a vírus után, vagy a járvány után, illetve hogy is zajlik majd szerinted ez a visszaállás, újrakezdés? Hát nézd, én körülbelül minimum 50% visszaesést várok. Egyébként... Én azt gondoltam, hogy a Balaton egy nagy szám lesz az idén, tehát nagyot fog aratni a balatoni közönség. A Balázsék azt mondják, hogy nem, és több balatonos kis tücsök, tehát a Balázsék közök, meg a több ilyen balatoni vendéglőssel dumáltam, és mindegyik azt mondta, hogy nem. Azt gondolják, hogy ugye először is az embereknek, hogy fogyott a pénze, az sajnos egy természetes dolog lett, a szabadságuk nagy részét elhasználták, tehát a belföldi turizmus fog azért működni, de 90%-ban vagy 80%-ban csak a belföldi, és az sem ilyen üdülő turizmus lesz, hanem azt mondták rá, hogy ilyen kirándulós. Tehát aha, ugye elmegyünk 2-3 napra valahova, általában inkább majd hétvégén. Azt nem tudom, hogy az országhatárok majd megnyílnak-e, vagy nem, és lehet majd utazni ide-oda, amoda. Egyik másik része. Hát nézd, én azt mondom egyébként, és ugye most időzelben a saját korosztályom ellen beszélek, hogy az én korosztályommal nem tudom másképp mondani, tehát ugyanígy be kell zárni, mint ahogy most be van zárva, és a 50 éves korig, vagy 55 éves korig, most tök mindegy, ez egy fiktív szám, csak hogy valami, ki kell engedni az embereket, és el kell kezdeni dolgozni, vagy valami, és nem, tehát nem,
ugye január-februárban azt hiszem, jól emlékszem a számokra, vagy alam, hogy mindegyik hónapban 5000 ember halt meg influenzába. És most meg készségben vagyunk esve, hogy meghalt 300 ember. Ugye? Tehát ugye, ha viszonyítsuk a számokat. Ez biztos, hogy borzasztó dolog egyébként. Mindent elfogadok, ezzel nincsen semmi probléma, de szerintem igenis meg kell tanulni a vírussal együtt élni. Mert azt nem gondolhatjuk azért, remélem mindenki úgy gondolja, vagy valami, hogy most, hogyha majd megnyílnak az üzletek, vagy valami, akkor steril lett az ország. Ez kizárt dolog egyébként. Hanem igenis, felelősen oda kell figyelni majd. Lesznek szabályok, amiket majd be kell tartani. És nem úgy, ahogy szoktuk, hogy leszarom, engem nem érdekel, vagy valami, majd én azért majd megcsinálom, vagy nem, mert akkor tényleg tartsuk be azokat a másfél métereket, de élhetővé kell tenni az országot a vírussal együtt. Ha tetszik, ha nem, ez a vírus itt van, és ezzel kell élni. És hogy az én korosztályom a legveszélyeztetettebb, igen. De hát akkor a mi korosztályunk meg lesz tizedelve, vagy huszadolva, vagy nem tudom, hogy vagy mind. Azt mondjuk, benne van a pakliba. Tehát én már azt mondom, hogy még egy 20-30 évet kihúzok, a többi már nem érdekes, vagy valami. De viccet félretéve, ugye, hogy nem, ezt nem lehet sokáig csinálni. Tehát, mert nem is igen látom az értelmét, de nem értek hozzá. Én csak mint egy egyszerű ember gondolkodom egyébként, hogy milyen jól esik nekem minden reggel 9-kor fölülni a motorra, és akkor délbe hazajönni. Tehát biztos, hogy mások is úgy vannak. És én egy kertes házban lakom, most képzeld el azt, aki lakik egy 30-40 négyzetméteres panellakásban. Borzasztó lehet egyébként. Tehát ez a bezártság kikészíti az embereket. Meg gyerekekkel, meg nem is tudom milyen, igen. Pontosan, érted, úgyhogy mielőtt még itt elszabadulnának az érzelmek a lakásokon belül, vagy valami, én azelőtt úgy megnyitnám a dolgot, de nem értek hozzá, én nem vagyok járvány szakértő, de egy biztos, hogy igenis ezzel a járvánnyal most már, hogy megkezdjük megismerni a részleteket, lehet együtt élni. És kell is tudnunk együtt élni. Tehát ez nem megoldás, hogy mit tudom én, decemberig majd ugyanígy nem dolgozik senki, és nincs. Mert egyszerűen nem fogja bírni szerintem az ország se, de ahhoz se értek. Úgyhogy, de én elereszteném a dolgot. Ha? Aha. Ez egy veszélyes mondat kezdett, hogy nem vagyok szakértő, de ugye ez a Trump is szokott ilyeneket nyilatkozni, hogy ő nem orvos, de ígyunk fertőtlenítőszert, meg egyébként. Igen, mint a rabbi tudod, jó tanácsokat tudok adni egyébként, tehát ezzel nincsen igen. Semmi probléma. Jó, nem, de én azt gondolom, hogy elég szépen, tehát igazán nem volt túl sok haláleset ahhoz képest, amiket hallunk más országokból, Olaszországból, meg a többiből. Szerintem megtanultuk azt, hogy föl kell venni a maszkot, megtanultuk azt, én nem most a kezet, ennyit életemben egyébként, mint most naponta nem tudom hányszor, még itthon is. Tehát ugye hozzá tudtam szokni egyébként, hogy bejövök az udvarról, kezet mosok, és én szappanos ízével arcot is mosok mindig egyébként. Vagy valami, és hozzászoktam, és most már reflexzerűen megy is egyébként. Nem kell úgy odafigyelnem, hogy ezt kell csinálni. Majd mit tudom én, másfél méternél, két méternél nem lesznek közelebb az asztalok. Egyébként ugye voltak ilyen képek a Facebookon, tudod, hogy ilyen plexiből ilyen válaszfalok voltak az asztalok között. Igen, lehet, hogy majd olyan lesz. Attól függ, hogy merre fogunk menni egyébként. De akkor majd olyan válaszfalas éttermekbe fogunk járni. Tehát meg fog változni. Arra nagyon kíváncsi leszek egyébként, és most ez remélem, hogy ez nem politika, vagy olyan, hogy nem. Mit tanultunk belőle emberek ebből az egészből? Kitisztult a levegő, egy csomó, ugye, nem nincs annyi repülő, nem szennyezik ezeket, a Pekingbe lehet látni Tájföldön, ott nincsen smog Bangkokban, vagy valami, hogy észrevesszük-e, hogy azért ez egy jó dolog? Ez a része. De... Érted? Mert ugye, tehát, hogy tanulunk-e ebből, és ennek az előnyeit, amit ez a vírus kihozott, ha van egyáltalán, de biztos, hogy van azért ilyen dolog, hogy ezt meg fogjuk-e tartani? Legalább egy kicsi részét egyébként. Vagy pedig azt mondjuk, hogy elfelejtjük az egészet, aztán megy megint minden tovább, ugyanúgy, ahogy meddig.
Úgyhogy nem tudom. Én remélem, hogy ennyit azért fogunk belőle tanulni. Hát szerintem ez gyönyörű zárszó, úgyhogy több mint egy órája beszélgettünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Bíró Lajossal beszélgettem, meg a fiával, Bíró Dániel. Hát elnézést akarok persze, hogy a számlaszámomat azt sikerült, az átment? Az nem, azt hiszem, hogy vagy az utolsó szám egy nem stimmel, vagy nem tudom pontosan, de egy próbálgattam utána. Mi van, lemerevettél? Visszapattad mindig, bocsánat. Hát holnap, jó, holnap utalom. Okay, azt hiszem, hogy kezd. Leteszem a telefont, visszahall. Na, ez volt már, ugye Bíró Lajossal és Bíró Dániellel, ez volt már a Világevő Talks, remélem, hogy volt benne érdekes, és természetesen vissza lehet majd nézni utólag is, meg lehet kommentálni, és köszönöm szépen, László szerint például fantasztikus volt, folytatjuk majd tovább, és nagyon szépen köszönjük a mai partnerünknek, a professzionális konyhákat kivitelező Coninvestnek is, hogy itt volt velünk, úgyhogy Világevő Talks jövő héten újra. Nagyon-nagyon izgalmas beszélgetések lesznek még, legalábbis remélem, és azt hiszem, hogy érdemes lesz majd becsatlakozni. Ugye, aki élőben itt van, az természetesen tud kérdezni, hozzászólni, hogy azt láthattátok is, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk legkésőbb jövő héten. Sziasztok!